Üdvözlök mindenkit, Abidosz vagyok, és ez most a FIFA 13-nak a bemutatója. Legalábbis az akar lenni, de megmondom őszintén, annyira értek a FIFA-hoz, mint mondjuk az őshüllőknek a szaporodási szokásaihoz, tehát úgy sejtem, hogy miről lehet szó, de valahogy nem tiszta a kép. És hát ez a FIFA-ra, focira különösebben igaz. Szóval bátran nem merném azt mondani, hogy most itt fuha, itt mindent megmondok majd jól a FIFA-król. Nagyon sok FIFA epizód maradt ki nekem ezelőtt a FIFA előtt, de hát ezt olcsón adták, aztán így gyorsan be is szereztem. Most ami engem egy kicsit zavar az, hogy egy kicsit hangos a zene, pedig az előbb lejjebb vettem, és tudjátok, hogy az, amit nem igazán csipáz a YouTube, hogyha hangos a zene, vagy hogyha a zene megy valami alatt. Szóval az a baj, hogy szereti letiltani, illetve megjelölni ezeket a tartalmakat. És tök jó, mert tényleg az előbb ezeket beállítottam, de úgy néz ki, hogy nem akarta megjegyezni. De nem baj, most már kijavítottam. Na szóval, akkor vágjunk is bele újra a játékba. Tehát, ha belépünk, akkor valahol errefelé kezdődik a lista, mindjárt megtalálom. IESFC. Ez, na az a lényeg, hogy a FIFA 13-ban annyi rohadt sok menüpont van, hogy még én magam sem néztem meg mindent. Tehát most fogok majd olyan menüpontba belépni, amit még én sem láttam, mert eredetileg én ebből egy első látásra videót akartam készíteni, csak az nem jött össze. Tehát akkor még úgy elment volna, hogy így totál hülyének nézek ki a focival kapcsolatban, de mindegy, nem nagyon foglalkoztam utána se vele, de csak néha így bejöntem játszani, így vannak olyan játékmódok, amiket még nem is néztem. Van egy ilyen, hogy EA Football Club, ez az első menüpont, EA Sports. Itt lehet vásárolni a játékban gyűjtött kis pénzecskék, ilyen mezeket, örömöket, tehát hogy ilyen szuper kis ilyen térden csúszós öröm. Lehet látni, hogy milyen újdonságok vannak, akár az ismerőseim között, milyen kihívások vannak, hogyan áll a kedvenc klubom, amit kijelöltem, hogy tehát amikor először elindítod a játékot, akkor ki kell választani egy klubot, hogy ki lesz a kedvenc. De én meg ezt a Red Bull Salzburgot választottam. Szóval nekem elvileg ők a kedvenceim. Gyakorlatilag azt se tudom, hogy mi fán teremnek, azt tudom, hogy osztrákok, azt csá. De hogy most kik játszanak benne, vagy miért, azt nem tudom. Na a lényeg az, hogy amúgy ez PC-ben mutató, ne zavarjam, mert senkit sem az Xbox-os kontroller miatt a dolgok. Na, akkor az EA Sport Football Club menüpontot amúgy az XL a Xbox kontrolleren bármikor el lehet érni, ha nagyon szeretnénk nézegetni, de ez most nem lényeges. Na, haladjunk tovább. Rengeteg menüpont van, mint már mondtam, tehát így úristen, hogy mindet kihasználod, vagy mindet tud. Ez a játék, ez tuti, hogy egy évig tud biztosan leköt, tehát hogyha vettél egy FIFA 13-at, akkor FIFA 14-ig te biztosan kibírod, mert annyi lehetőséget raktak bele, hogy egészen elképesztő. Van egy alapkezdő rugás, ezt igazából mindenki ismeri, hoppá, valószínűleg mégsem jó kezdő rugásra mentem, hogy igen, meg visszalépek. Match day, nem feltétlenül. Jó, mindegy, match day. Itt lehet választani, hogy hogyan szeretnék játszani, melyik oldalon, a hazai vendég, és itt lehet akkor kiválasztani a klubot, hogy Bundesliga, dél-koreai, K-liga, Daejeon Citizen klubbal játszom, és akkor az három csillagos a másik csapat ellen. Tehát ez a sima kis egy az egy elleni kis játékmód. Ez az átlagos FIFA játékokban régebb óta bent van, itt lehet amúgy másokkal is játszani, például egy számítógépen is, akár láttátok, hogy billentyűzettel is lehetett volna, hogy valaki billentyűzettel megy, de akár másik joystickot is rá lehet kötni a számítógépre USB-n keresztül. Na, akkor élő mérkőzések.
elméletileg ez egy olyan menüpont, ja, ezt még nem nagyon mondtam el, de az a lényege az egésznek, hogy most így bemutatom a menüket, meg az apróbb dolgokat, aztán a végén lejátszok egy meccset, és aztán végig a bemutatónak, tehát így kb. Ez a terv, bemutatom, hogy milyen kis menüpontok vannak. Itt az élő mérkőzésekben meg lehet találni elvéletileg a kedvenc csapatodnak a évfutó mérkőzését, mert például itt van ez a Svédország, Allsvenskan, Aiko Futbolnak milyen meccsei vannak a közeljövőben, és akkor te lejátszhatod azt a meccset, ahogy szeretnéd, hogy hazajátékos vagy vendégjátékos, és akkor elméletileg itt a játék teljes mértékben a valós körülményeket szeretné berakni, tehát hogy például itt, hogy milyen bírók vannak, milyen lesz az időjárás, akkor a stadion, hogy milyen ellenfelek lesznek, hogy hogyan lesz a csapatfelállás. Tehát ilyesmiket próbál a játék a lehető legjobban megcsinálni, és szerintem ez egy tök izgi dolog. Tehát így előre lejátszhatod a jövő meccseit. 7 játékai, na hát ez a menüpont az, amit még nem is nagyon tudom, hogy micsoda. A keleti csata, a keleti konferencia, 2 keményen rivalizáló gárdája, általában izgalmas küzdelmet vív a pályán, ez lehet a legszorosabb versengés a két csapat között a rájátszást érő helyekért. Nem tudom, mit jelent az, hogy rájátszás a vagy a fociban, tehát fogalmam sincs. De a lényeg az, hogy itt ez is egy másik menüpont, itt úgy látom, hogy még hírek is vannak. Tippeligagen, vagy micsoda, lehet, hogy abban a ligában vagyunk, nem tudom. Szóval van egy ilyen 7 játéka is, lehet, hogy ez már a múlt eseményei akar lenni, hogy a múltban mik voltak. Forma megtekintéseit, meg az, hogy kik hogyan, milyen formában vannak a csapatok, tehát hogy most a Chicago Fire a sokkal jobb formában van, mint az FC Dallas és a többi. Tehát, hogy így az egész. Ultimate Team. Na hát ez is egy érdekes menüpont. Ezt mindjárt be is tölt. És akkor ez lesz az, amit én még nem játszottam, de megnézzük együtt a videót. Üdvözlünk a FIFA Ultimate Team játékban! Hogy a FIFA Ultimate Team néhány szórakoztató funkcióját bemutassuk, a következő néhány percben össze fog szállítani egy Ultimate Teamet, mely játszott a FIFA Ultimate Team kupán. Jó, most összeállítunk egy Ultimate Team kupát, ami játszik, stb. Első feladatot, hogy kiválaszt ki legyen a kapitány az alábbi 5 játékos közül. Minden kapitány már előre kiválasztotta a saját összeállítását. Tehát választok egy kapitányt, tök jó, igazából egyiket sem ismerem. Erről a Messiről már hallottam, hogy elvileg ő a világ legjobb focistája. Most látom a zászlóját, hogy Argentin, amúgy fogalmam sem lett volna. A lényeg az, hogy itt van valami lengyel. Blast... Nem merem kiejteni, mert akkor az összes FIFA barátemberke nekem ugrik. De jövök ebben a lengyellel, ez kapusnak tűnik. Nézzük meg a csapatodat, amivel a FIFA... De lehet, hogy csapatkapitány is fronton harcol, nem tudom. Nem vicces lesz. Ah, kapus. Vagy nem. Na. Összeállíthatom a keretet. Jaj, de jó. Csapat összhang meg minden. Az azért fontos, mert növeli a csapat teljesítményét a pályán. Minél magasabb az értéke, annál jobban játszanak együtt. Na, király. Úgy tűnik, hiányzik egy játékos. Válasz ki az üres posztot, és az aukciós ház képernyőre kerülsz, ahol játékos kereshetsz a csapatban. Na, játékos kereshetünk a csapatban. Itt mindenki kapus mezben van, de rossz. Aukciós házban, akkor vásárolunk egy... Itt vásárolhatsz és adhatsz el lapokat más futjátékosoknak a világ minden tájára. Kaptálném zsetont, hogy licitálhass az elérhető játékosokra. 8000 zsetonom van, vagy hol van? Á, 10000 zsetonom van, és akkor licitálhatok a játékosokra. Nem tudom, te kívánj. Játékos és az idő ellenében kell licitálnod, ha meg akarod szerezni a szükséges játékosokat. Licitáljak arra, akit szeretnék, hogy segítsen nekem. Egyikről se hallottam még sose, ki ez? Mandzuki, Diouf, Gomez. Te jó ég. Hátralévő idő 7 másodperc. Mi van? Ott bal alsó sorokban ír valamit.
Na mindegy, neked na jó nagy pontjaid vannak. 87, tessék, rád rakok, licita. Tiéd a legnagyobb licit. Na, hát akkor ez... Ajjaj, valaki más is érdeklődik a játék. Nem baj, de rád licitálok. Rád licitálok. A kereted most már teljes. Folytathatod a csapatod összeállítását. Hát azért. Ultimate Team kupa meccshez. Fú, de izgalmas Kicsim, volt. Hogy a csapatod összhangértéke megemelkedett. A jól együttműködő játékos... Uhú, 99 az összhang. De király. Wow, és látom, hogy ez egy nemzetközi szupermezőny. Tehát... van ez a BVB, ne kérdezzétek micsoda az. Úgy látom, hogy Barcelona. Meg még ilyen furcsa, nem tudom micsoda, rombusz. Na jó van, oké, továbbra nyomok. És akkor most elvileg kiválaszthatom, hogy hazai meccs akarok játszani. És akkor le lehet állítani a játékbeállításokat. Félidő hossza, nehézség, félprofi, bíró, véletlenszerű, idény, napszak. Na jó, akkor lesz még egy plusz játék benne, nem csak a vége, tehát nem csak a végén. Itt van TV közvetítés, milyen közvetítések lesznek. Basszus, mennyit minden van. Szabályokat be lehet kapcsolni, kommentárnyelve, akkor hangokat, stb. Tehát annyira személyre szabható az egész játék, hogy az hihetetlen. Na nézzük ezt az Ultimate Team-et akkor most hogyan fog játszani. Na és akkor itt most nem tudom mit vergődik. Ő sem tudom mit vergődik, ne vergődj. Nagy mérkőzés előtt állunk most, Hajdubé István a nevem, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem Faragóri Hárdik felnő a feladathoz. Én is remélem, sok szeretettel köszöntöm Önöket, én már tördelem a kezemet. Remélem izgalmas mérkőzés lesz. Mint halljátok, már nem tudom, a FIFA 7 óta, 07 óta magyar kommentár van, de lehet, hogy 6 óta. Szóval... ebben nem kell csalódni, most sem. Viszont már kezd egy kicsit megkavarodni a kommentár dolog, tehát lehet hallani, mi az, ami nagyon régen felvett felvétel, és mi az, ami új. És akkor hát lehet látni a játék grafikáját, full grafikáját PC-n. Aztán ami még mindig látszódik, hogy papírból vannak az emberek a közönségnél. Mondjuk az új FIFA, vagyis nem FIFA, új EA Sports Engine-nel, az Ignite-tal, ezek most már nem így lesznek, tehát ott már rendesen kidolgozott közönség lesz meg minden, szóval az még egy kicsit odébb van, és az csak az új generációs konzolokra jön, tehát PS4-re és Xbox One-ra, de addig PC-n ezzel a Impact Engine-nel kell beérni, az mozgatja ugyanis a játékot. Na most már kezdjen el, lenyomtam a videót, a bevezetőt. Na és akkor én vagyok ez a fekete-sárga. Most valami Blasz, nem mondom ki, mert megint pont ő. Na és akkor az irányítás, hát... ha azzal a FIFA-val játszottál utaljára, mint én a FIFA 8-al, akkor más lesz. Tehát mással vált a szembert. Hoppá, ez egy elég gyenge támadás volt. Maga a játék nekem tetszik. Csak mondom más egy kicsit az irányítást, tehát hogyha nem nálad van a labda, akkor más gombbal váltasz embert, nem az X-el, amikor még PlayStation-on játszottam, hanem az L1-gyel, és ez mondjuk eléggé fárasztó. Mert azóta már sok víz lefolyt a Dunán, már ideje lenne átváltanom nekem is az új irányításra. Na jó, tehát akkor most elvileg egy támadást indítok. És egy tökéletesen rossz támadás volt, tehát legalább annyira pocsék, mint amennyire elcseszett a támadás. A játékosokat egyáltalán semmilyen minimál szinten sem ismerem. Profi csapatokat maximum hallomásból.
szóval igazából nem tudom, hogy ki kicsoda, ki miért játszik. Azt tudom, hogy sokat keresnek. És ennyi. Na akkor. Aki olyan rég játszott FIFA-kkal, mint én, az örömmel láthatja azt, hogy... És nem sikerült! És gól! Az örömmel láthatja, hogy van bíró is a pályán, tehát már olyan fejlődések is vannak. És ez egy szupi gól volt. Láttátok, milyen gyönyörű gól volt. Tehát ez... Akár be is lehet csúszni. És akkor úgy is el lehet venni a... labdát. Na és akkor most itt egy ráemelés lesz középre. És nem is jött össze. Hoppá, körbefutottam a gyereket, az ipsét. Nem baj. Haladjunk tovább. Azaz. Szerezzük meg azt a csúnya labdát. Na nem, már nem vigyétek már ennyire be. Hát ezt nem hiszem el. Gyere ki! Masszus, miért fejeled arcba a kusz a labdát? Ne! Félek. Harcon felei, fejjeli azt a labdát, tehát ilyet. A visszajátszásokat amúgy fel lehet tölteni, de csak nagyon minimális szintig, tehát ilyen pár másodperces részt tudsz kiemelni az egészből. Ez egy kicsit szomorú, de ezekből gyűjteményt szoktak csinálni, tehát feltölti a FIFA 13 a saját kis rendszerébe, és akkor utána az EA a legjobb helyzeteket szokta gyűjteni, és akkor szokott videószállításokat csinálni. Nagyon sokan szokták szidni a FIFA-t, hogy semmi újdonság nincs benne. Hát én mindig, amikor meglátok egy FIFA-t, csak azt látom, hogy mennyi hihetetlenül sok újdonság van benne ahhoz képest, amit legutóbb láttam. Tehát egy teljes mértékig elalélok tőle. A játékmeneten annyira sokat nem lehet újítani, hiszen ez egy focis játék, a foci nem változott már mit tudom én hány száz éve. Tehát azért annyira lehet jobb mozgásokat csinálni, meg jobb fizikát, az csá, hát most a játék ugyanúgy fog kinézni. Ettől függetlenül a FIFA... basszus! De béna vagy. Ettől függetlenül a FIFA 13 folyamatosan frissíti a klubokat, ha felmész internetre játszani például, amúgy elég szorosan az internettel összekötve működik a játék. Tehát ha felmész internetre játszani, akkor az a legjobb az egészben, hogy remélem, hogy nem nagyon zavarnak be a kommentátorok nekem. Nem sikerül. De hülyén helyezkednek. Na. Szóval a játék folyamatosan frissíti az adatbázisát, hogy a lehető legjobb legy... Aj, mekkora gól! Ezt visszajátszásban el is mentjük. És akkor megmutatom, hogy van. Nézzétek meg. És gól. Ennyi. És akkor ezt itt most fogjuk, és el is mentjük. Megnyomom az Y-t. Feltöltjük, és kész. Ennyi. Visszajátszás előkészítése, mentése, feltöltése. És már látjátok is, hogy hogy működik. Na, hogy mindjárt megmutatom, hogy milyen kamera nézetekből lehet még nézni ezt a csodálatos gólt, amit csináltam. Hát erre nagyon büszke vagyok. És akkor most már a világ is megtekintheti. Mondjuk eddig is megtekinthette a világ, hála a pindurpandúroknak, meg annak, hogy ez videóbemutató. Szóval... Na, sikeresen feltölt, és ennyi is volt az egész, de itt lehet látni, hogy más kameraszögekből, a bíró kameraszögéből, mert az annyira fontos, hogy őt lássuk, az a rohadt labda, elvesztettem. Ajaj. Tök jó. Hogy lehet visszatekerni? Megvan. És akkor itt megy a labda, és balassítva, és akkor gól. Nézzétek a reakciót, a kapus nem is tudott mit csinálni. Na ennyi erről, haladjunk tovább, és akkor itt lehet pörögni, meg ilyen ünnepségeket szervezni magunknak, hogyha tudjuk a kombinációkat. Na és akkor
folytatódik a játék, 2-1, fogalmam sincs, hogy kikkel vagyok, miért, de a lényeg az, hogy működik. Gondolom ezek a világ legjobb játékosai lehetnek, akik a csapatomban vannak, ettől függetlenül nekem nem mondanak semmit. De vallom, hogy amelyik ország megnyer egy foci VB-t, az olyan, mintha megnyerne egy világháborút, tehát így. Viszont vallom azt, hogy a foci nagyon is fontos, akár a magyar nemzet számára is. Aki fociban nagy hatalom, az amúgy is. Na de, vissza. Hoho, sikerült. Megvan a labda, én viszem. A játékosok azok lesérülnek, belassulnak, ha elfáradnak. Cserét is kérnek magukra, ha olyan a szituáció. Gomez rosszul játszik. Na hát. És mekkora passz, mekkora lövés, mekkora mellé. Igen, az biztos, mert egy kicsit túl sokáig nyomtam azt a támadás gombot. Hát most egy cserét láthattátok. Nasri meg Kabaye. Életemben nem hallottanak titeket sem. Még mindig nem tudom, hogy az a játékos, akit választottam az elején, az kapus-e, vagy pedig most játszik a pályán, szóval... Hó, jaj, megszerezték a labdát! Ki lehet hívni Y-nal, PlayStation 3 szöggel a kapust, és akkor úgy előre rohan, és úgy nehezebb rálőni. Hoppá, véletlen startot mondtam. Na és akkor vissza a pályára, rugni, labda, rugni. Időjárás is változik, eső, nap, éjszaka. Természetesen máshogy viselkedik is a labda fizikája ilyenkor, illetve a játékos fizikája is. Szabad rugás méghozzá nekünk, hát nem, mit csináltatok ti? Micsoda szabálytalanságok ezek már, komolyan nem hiszem el. Na, úgy enyém a labda, oké. Kösz. Na legyen még egy gól, legyen még egy gól. Húgy. Ne. Akkor ebből mégsem lesz gól. A játék hangulata is teljes mértékben ott van a szeren, tehát így beleéled magad, hogy te tényleg foci játékkal játszol, és változik a közönség reakciója is. Egyszerűen ezek ezért elég komoly játékok, ezek a FIFA-k, bárki akármennyire is csak köpködni tud rájuk, nem értek egyet. Ezek szórakoztató és hihetetlenül összetett programok, tehát így ez egy sportszimulációt megcsinálni, az nem egy kis dolog, ezt elhihetitek, tehát így annyira akció, meg annyi helyzet, csak felkészülni. Most ez volt a csapatkapitányom, aki lőtte a gólt, vagy micsoda helyezkedés, hát ez micsoda, jaj, véletlen meg is tartok, mondtam. Na és ott volt megint a gól. Ja, meg azt láttam, hogy a FIFA meccseken, vagy UEFA, nem tudom, az is FIFA-hoz tartozik, talán ezt így tudom. Ja, meg a szabályok egy részével tisztában vagyok. Tehát ott, hogy PlayStation-t szoktak reklámozni a Sony-ek, szóval ebből a dologból is szimpi nekem ez az egész. És akkor most nem lett volna les, csak elég hülyén passzoltam be. És még van 5 perc a játékidőből, természetesen ez a 5 perc, ez olyan pörgős 5 perc, tehát nem valódi. Mint hogyha kéz lett volna emberek, na erre most visszatérek. Ez most nekem úgy tűnt. Hogy lehet megállítani és ránagyítani. Na. És akkor most egy kicsit nézzük csak. Hol is volt ez a kéz? Vagy az nem volt kéz? Ez. Hogy lehet nagyon lassan menni az idővel? Szerintem az a labda kézről pattant oda, de hát na mindegy. Ha a bíró nem látta, akkor szemüveget neki. Ennyi. De mivel úgyis az én
csapattagom kezezett, ezért tök mindegy. Na jó van. De tök jó, mert még így se tudjuk rendesen megnézni. Holott ez egy játék, ami... Aj, basszus! Nem tudok becsúszni neki. Régen még a FIFA 98-ból be tudtam csúszni. World Cup 98, hogy micsoda volt. Bocsánat. És akkor mindig piros lapot kaphattam magamnak. Ez tök jó volt. Na, és akkor ez meg is volt. Ez volt az Ultimate Team első játéka. Meccs eseményei, adatok, tehát így ki milyen labdabirtoklás, stb. Mikor mi történt, összefoglaló megint csak. Ilyen visszajátszással. Tehát még az elmentett visszajátszásokat így, vagy el nem mentett visszajátszásokat vissza lehet szerezni. És akkor a végértékelés a játékosoknak, hogy ki mennyire volt jó. Na és akkor továbbra megyünk, Ultimate Team-et betölti. Köszönjük, hogy segítettél ezzel a jótékonysági meccsel. Most, hogy megismerted a FIFA Ultimate Team működését, az igazgatóság úgy döntött, hogy saját klubot bíz rád, mert úgy találják, elboldogulsz a kerettel. De az alapoktól kell kezdened? Minden a klub nevével kezdődik. Ezt most megváltoztathatod, ha akarod, vagy tovább léphetsz a kezdőpakli kibontásához. Wow, de jó. Átnevezhetem a klub nevet, akkor ezt most átnevezem. Jaj, ne. Ezt át szeretném nevezni, de hogy lehet kitörölni? Ja, billentyűzettel, aha. Micsoda dolgok ezek. Abi team, azaz, Abi team, ez az, tök jó. Rövidítés, Abi, igényed a induló csomagodat, hú, de jó. Yeah, Ultimate Club tag lehettem. És akkor most, hú, nézzük, hogy milyen játékosaim lesznek. Ez az! Koreai, afrikai és csomó német, francia. Jaj, nézd ki. És kibontottad a kezdőpaklit is. Készen állsz, hogy megkezd menedzseri pályafutásod ennél a klubnál. Szóval ez egy menedzser mód. És akkor erősíthetem a keretet, hogy egyre jobb csapatom legyen. Nem, az első csak ilyen bevelegítő volt, hogy választhattam volna azt a pár emberkét. Na jó, van, oké, hát ezek azok, amikkel menedzselnek kéne, vagy ezek azok a játékosok, és nem tudom, hogy hogy lehet innen kilépni. A csapat továbbépítéséhez úgy... Jó, tudom, kapok zseton, de nem érdekel. Na, és akkor most a FIFA 13 Ultimate Team menüjében vagyok, de jó. 7 csapata, a legjobb csapatok, játék barátokkal. Na hát online is játszhatok egyszemélyesen, és na, egész érdekes az az Ultimate Team játékmód is, tehát így gyűjtettek egyre jobb játékosokat, ilyen kártyapaklésszerűen. És egész érdekes tényleg. Szóval, na, ez is egy tök jó újítás akkor. És ráadásul ezt úgy tudom, hogy ez most ezzel a verzióval jött be a FIFA 13-mal. Na jó, nézzük tovább akkor. Idények. Hogyan állok, tehát itt vannak a statisztikáim, lehet látni, hogy mennyi meccset nyomtam le ebben az idényben. Itt rengeteget. Valami kvalifikációs, mit tudom én, milyen díjam van. Korábbi pályafutásomhoz képest milyen eredményeket értem el. És akkor... Tök jó az egész. Ez most lényegtelen, megint csak. Azt hiszem, hogy nem az idén játékmóddal fogom elkezdeni a dolgot. Itt van egy karrier játékmód, na ez egy tök izgalmas dolog, ezt mindig is imádtam. Ez egy játékos menedzser mód, hát most újat kezdek, megmutatom. Egyedi ligákat, alkotóközpont, bla 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 bla. Jó van. És akkor itt van, hogy karriert indíthatok, létrehozhatok magamnak saját focistát, illetve menedzserként is játszhatok, és nekem hát a menedzser mód a kedvencem, amúgy itt a karrier módban sima focistaként az lenne a lényeg, hogy elkezdek egy XY klubban valami kis focistaként játszani, aztán szeretném azt, hogy engem beválogassanak a legjobbak közé, tehát ez egy érdekes dolog. De engem például a menedzser karrier érdekel a legjobban, itt kiválasztottok egy ilyen klubot, ahol szeretnék játszani. Nekem a mániám valami olyan klubot választani, amit még
a játék sem ismer, annyira gyenge. Na jó, nem pont Szaúd-Arábia Al-Wehdaf című klubját fogom választani, de mondjuk legyen most valami USA csapatom. Jaj, Egyesült Államok, MLS, az jó lesz. Kiválasztok valami őt, akinek tetszik a nevük. Földrengések, de ezek az amerikai futballklubok nevei. Ó, oh, Red Bull New York! Na, legyen az. Nem, de az mondjuk el túl erős. De ez ilyen közepes, nem. Jó lesz a Red... Nem, ez közepes. Earthquakes, az nagyon jó lesz. Kiválaszthatom, itt kérje, hogy jobb felsőbb sorokban, hogy mennyi pénzem van arra, hogy játékosokat vegyek. Mennyi pénzem van arra, amit elkölthetek játékosoknak. Hetente mennyit kapok. Itt be lehet állítani az egésznek a nehézségét. Fél profi, profi amatőr, milyen nehéz legyen. Milyen hosszú legyen egy fél idő. Lehet állítani 20 perctől 4 percig visszafelé menet. Üzleti szikor, hogy mennyire akarjanak sokat elvárni tőlem. És hogy nem tudom, hogy miért pont így van. Jó, mindegy, pénz nem euróban, fontban, meg dollárban, meg satöbbiben meg lehet adni. Nem pont ezekben. Körtlén, legyen dollár, mert hát amerikai. Stadiont lehet választani magunknak, sajátot. Használt keretet, hogy legújabb keretet letölteni, vagy pedig én csináljak magunknak keretet. És hogy a játék emmiként játszom, tehát hogy a gép játsza a... az ellenfelet. Micsoda? Nem kapcsolom ki, akkor vagy be. Tehát, hogyha ezt bekapcsolom, akkor valaki más is játszhat az ellenfél képében, de akkor nem töltődik föl. Tehát nem kerülök fel a világranglistára. Lényegtelen, most letölti a keretfrissítést erre az Earthquake játékos csapatra. Ha azóta megszűnt, akkor nagy bajban leszek. Na és akkor itt van, hogy ki lehet választani a saját nevünket, mi legyen a keresztnevünk, és akkor szépen elnevezhetjük magunkat. Fú, hát Roland, és mi legyen a menedzser Roland, hát ez tök jó. Honnan származom, tehát meg lehet adni a származási országomat, és akkor itt Magyarországot is meg lehet adni, magyar vagyok. Mezés nyakkendő, hogyan nézzek ki, melegítő öltöny. Melegítő, fú, öltöny szín, tenger, tengerész kék, az nagyon szépen hangzik, fogalmam sincs milyen, bőrszín, testtípus, normál zömök, normál, na mindegy, tovább, és akkor, és itt híreket kapok folyamatosan, újsághíreket, amiket elolvashatok, és akkor most el is menthetem a karrieremet, a menedzser karrieremet. Na és akkor bejövök egy ilyen menüpontba, ahol mint mondtam, az újsághírek elolvashatóak, a klubhírek, hogy mit várnak el tőlem a menedzserek, akkor itt választhatom tovább a keretet, tehát itt tudom beállítani őket, hogy kik játszanak, akkor hogyan játszanak, hol játszanak, mennyire fittek, hogy a következő meccsre jók lesznek-e, vagy váltsam le őket, ki legyen az, aki szabadrugásról, ki az, aki szögletet, akkor itt meg lehet nézni amúgy, hogy mióta van a klubnál, akkor nincsen eltintása, stb. A játékos statisztikája, a csapatnak a besorolása, minden teljes mértékig személyre szabható és átnézhető. Átigazolásnál új játékost vásárolhatok, eladhatok játékost, menedzseri iroda, tőkeigénylés, hogy legyen még több pénzem költeni, szerződések, mi hogyan, 5 év, 11 hónap van szerződés, hosszabbítás ezekre a játékosokra, maradjanak nálam, akkor a saját karrieremet, hogy hány meccset nyertem, hány meccset veszítettem, és akkor itt a hírek, mint mondtam, ez is ilyen kis érdekesség, várja a megméretetést, menedzsernek hívnak, mert hogy az lett a vezetéknevem, tehát így menedzser várja a megméretetést, tök jó. És akkor tényleg itt tök
poén az egész. Naptárban megnézhetem, hogy mikor lesz a következő meccsem. Addig... addig elvileg valami... Hát ilyen szimulációt le lehet nyomni, tehát ilyen gyakorlásokat, meg lehet fejleszteni majd a játékosokat. Lényeg az, hogy ez egy tök jó játékmód, amit mindenkinek tudok ajánlani, csak játszom vele. Na. Igen, biztosan kilépek. Na, szóval... Ezt biztosan tudom mondom ajánlani, ez az egyik kedvenc játékmódom. Van a profi klubidények, amikor klubba játszol, meg barátságos meccsek, egyedi meccsek, itt talán a játék maga keres ellenfelet. Az Origin beállítástól kezdve a felhasználói feltételek vannak. És vannak a képességjátékmódok, még azt is mutatom külön, tehát a játékos, hogy kivel fogsz folyamatosan játszani, ki legyen az a játékos, akivel játszol. Magyar játékosokat sem ismerem igazából, de hát ha van valaki, akit ismerek, Norvégia, Olaszország, nemzeti csapatok, válogatottak, nézzük Argentínában, vagy Angliában, hát ha ismerek valakit. Rooney-t, na, róla már hallottam. Tudom, hogy valamelyik FIFA-nak ő volt már a borítóján, tehát így ennyi most Rooney. Egy igazán szép ember. És akkor itt most egy képességjátékot be tudok nyomni, gyakorló aréna, meg oktatás. És a képességjátéknál az a lényeg, hogy például kapura rúgjak, meg pasztolásokat gyakoroljak, meg emelt pasztot gyakoroljak. Itt lehet látni, hogy milyen pontokat kapok, hogyha megcsinálom ezeket a dolgokat, és akkor így a... Tehát elvileg a világranglistára is felkerülhetek a jó eredményeket, de ebben most nem vagyok biztos. És akkor így más játékosokkal lehet megmérettetés, látod itt, láthatom mondani, hogy gyakorlok a újrakezdés, újrakezdem. Itt próbálunk egymásnak passzolni. Ja, hogy itt mind a kettő játékost én irányítom. És a lényeg az, hogy minél tovább bent legyen a pályán. Hát és ez például nem működött. A lényeg az, ezeket gyakorolni kell, és akkor utána új kihívásokat kapunk, mert látjátok, le vannak zárva a nehezebb kihívások. Itt a LS-sel, vagyis a bal analóg karral vezessem a labdát, és akkor utána RT-vel valamit csináljak, nem tudom. Ja, hogy az RT-vel sprinterek, oké, nem olvastam el rendesen. És itt van még 16 másodpercem a hátra. És beütöttem, berúgtam a gólt. És kaptam bónuszpontokat, és meglett a bronz eredmény, és tök király. És akkor most az ezüst szinten kell ugyanezt megcsinálnom, hogy megkapjam a legjobb pontokat. És látjátok, mennyi fölösleges mozdulatot csinálok, és hogy ezért mennyire nem én vagyok a legjobb FIFA játékos. Hoppá. Még ezt is elrontom. Fú. Na, nem olyan könnyű, úgy látszik. Jaj, és ugye kevesebb pontot kapok, minél lassabb vagyok, tehát vagy minél több bóját ütök le. De berúgtam, és meg is vagyok. És kaptam ezüst pontot, mert jó ügyes voltam, és akkor megy a következő már az arany szintre. És akkor így lehet ezeket gyakorolni, és egyre jobb játékos is lehet. Tehát ha ezeket megcsinálod aranyra, akkor az tök jó dolog. Olyan, mint a Gran Turismo-ban a jogosítványmód. Tehát tényleg jó dolog. Bajnokságokat lehet indítani, tehát amikor rendesen megcsináltok egy teljes tornát, talán azért lehet barátokkal is. Létrehozod a bajnokságot. Igen. Tehát a lényeg az, hogy itt van, hogy ligát lehet csinálni, kieséses, csoportkieséses, stb. Hány csapat játszik, további beállításokat lehet adni.
Tehát az a lényeg, hogy itt nem egy meccs van, és akkor a legvégén megnyeri valaki, tehát olyan, mintha egy világbajnokságot csinálnál magadnak. Ilyen az egyszerű az egész, illetve itt vannak a beállítások, játékos lehet létrehozni, szerkeszteni lehet, tehát hogyha megcsinálsz egy játékost, akkor megcsinálod a saját kinézetét, a, hogy hívják, a kommentárban, Allocio, ismertebb neve, akkor magassága, itt lehet itt teljes mértékig súlyt állítani neki, bőrszint, hajszint, stb. Tehát ez ilyen teljes mértékig személyre szabható dolog, ezt sem tudom, tehát FIFA 10 óta van ilyesmi, de ezt nem csak így most mondtam egy számot, tehát már jó ideje. Na, és hát ennyi. Igazából menjünk a következő pontra, üzlet, itt lehet vásárolni csomagokat, és akkor itt most lehet 10 csomag, vagy 10 csapatot, meg karriermódot lehet venni, meg a lényeg az, hogy bármi, amit csinálsz a játékban, pontot ér, és az tök jó, mert hosszú távon még tovább fejleszheted a játékodat. Na de megmutattam akkor a FIFA 13-nak nekem a kedvenc részét, hát amiért így különösebben megvásároltam, az az internetes játék. Itt vannak klubi idények, engem az nem érdekel, van ilyen online barátságos meccsek, illetve egyedi meccsek. Szemtől szembe az az, hogy egy-egy játékos van, ha tehát egy-egy játékos játszik, én meg mondjuk valaki más. A csapatjáték az, amikor sokan játszunk sok ember ellen, illetve a meccs előszobák az az, amikor kiválasztasz egy meccset a sok közül, ahova bemész. Én a csapatjátékra megyek, itt van egy gyors párosítás, vagy egyéni párosítás, 23.850-en játszanak a játékot, tehát bőven lesz olyan, akivel fogok tudni majd játszani. Be lehet állítani alul, hogy milyen statisztikája legyen. És a FIFA 11 óta lehet azt megcsinálni, hogy 11 játékos játszhat egyszerre. Tehát még a kapus is lehet, mert itt úgy 11, hogy mind a két csapatban. Tehát még a kapus is lehet valaki, ami egészen elképesztő és durva. És most így osztozni fogunk az embereken, aztán utána majd vége is lesz a bemutatónak, bár biztos van még tartalom a játékban, amit nem mondtam el, vagy nem mutattam meg. Csak mint mondtam, annyira durva és nagy, hogy ezzel így még nem járok sehol. Közben még van 1 perc, 23 másodpercig, hogy belépjenek az emberek. Látjátok, hogy folyamatosan gyűlünk. Ha most én is kész nyomnék, akkor meg mindenki kész nyomna, akkor el is indulna a mérkőzés. De még várunk, legyünk minél többen. Lehet majd a többi embert is megtalálni, hogyha majd megérkeznek. Szép lassan belépnek. És akkor itt lehet ellenséggel listázni, hogy kik vannak benn. Meg lehet nézni a dolgukat. Most egyedül maradtam, de jó. Nem akarok majd egyedül kiállni amúgy ennyi ember ellen. Na. Na, jó van, 3-3 ellen jó lesz. Úgy fogunk elindulni. Kiválaszt ilyenkor a játék egy kapitányt, aki nem is tudom, utána a legelső pozícióban van. Szerencsére nem én vagyok. Tehát semmi gond. Nem szeretek kapitány lenni, úgyse értek a játékhoz. Most összeállítja, hogy kik fognak játszani, mi milyen csapat leszünk. Ellenfél is megcsinálja ugyanezt. Még már kiválasztottuk, hogy kik leszünk, nem is tudom. RB Salzburg, miért? Na jó, mindegy. És itt ki lehet választani, milyen poszton akarok játszani, mindegyik, vagy kapus, meg jobb csatár, bal közép, de én mindegyiken akarok játszani. És elindul a játék, itt lehet gyakorolni, még mielőtt elindulna, és akkor itt rájössz, hogy fogalmat sincs a játékról, mert sose tudod berúgni. És akkor el is kezdődik a egész liga. Mindjárt kiderítjük, hogy én milyen színnel vagyok. Zöld. Én vagyok a zöld, ha a térképen zöldet lát, az én vagyok. És akkor például itt
Lehetne úgy is játszani, hogy tényleg csak egyetlen egy embert irányítok, de most nem úgy csinálta. Basszus. Nem tudom, hol vagyok, ellátom most már. Valahol ott meg vagyok. Kicsit könnyű így elveszíteni saját magunkat. Jó lenne, hogyha mondjuk világítanék. Ne! Eladtam a labdát! Ez be is mehetne. Basszus. Becsúszással operál a játékos. Na és itt nem tudom mi volt, a bíró biztos látta. Szerencsére mi rúgunk ki, ráadásul én. Fú, micsoda passz saját magamnak, vagy saját magam irányított játékosnak. Mekkora indítás, emberek! Ezt el ne cseszd, de ez el ne cseszd, nem szabad lesen lennem, nem szabad lesen lennem, nem szabad, most nem vagyok lesen. Aj, passzold már le, ember! Remekül megtartotta. Vajon kié lesz a laszti? Fújt a bíró, és mindenki jól hallhatta. Mi történt? Nem is láttam. Na mindegy. Azzal a lendülettel már el is végzi a szabadrúgás. Itt vagyok alul. Most itt fölül. Hát nem is neki akartam passzolni, de nem baj, végül is hozzá kerül. Becsúszó szerelés. Nem is csúszott be senki. Jajajajajaj. Inkább lepasszolom haza. Csináljon vele valamit a kapus? Jó van, oké. Azt hittem valami. Valami hülyeséget csinál. Na. Jövünk. Ajajajajaj. Passzolom, nem sikerült. Kigáncsoltak. Szemveget a bírónak. Mind game vagyok ez a... Felkette a játékos. Hajj! De az! Vid! Gól! Nem! Csessze meg. Majdnem. Hú, de bele tudom élni magam. Tényleg ezért szeretem ezeket a játékokat, mert tényleg bele lehet élni magam. Hú! Ne! Basszus! Nem adom oda! Csak elvette. És nem sikerült lepasztalnom. Basszus. Pedig mekkora helyzet nem volt. Nem sikerült megtartaniuk a labdát. Nézzünk egy bedobást. Na, bedugja. Magában lepörgette már a támadást. Beszélek, pedig már a másik csapat él a játékszer. Ja. Csak beszélsz. Na, jaj, miért megint én kaptam meg? És láttátok, hogy fellökött? Úgy tarolt el, mint egy tank. Ez igazságtalan is. Hiba. Na most ez szöglet lett, mert beleértem. De legalább beleértem, és nem lőtte be. Ott integetett a csávó, integetett! Ne! Jó. Célzóvizet. Ajaj. Les volt. Innen lehet tudni. Hátrajöttem a játékosommal a biztonság kedvéért. Na, tudtam, hogy sikerül majd elcseszned. A bal oldalra tekinget, nem hiány. Nem jött össze. Közel a gólhoz. Les volt. Jó van. Igen, mert kicsit össze-vissza beszélnek, hát ez valószínűleg annak a hibája, hogy a programozó már igazán tudja, hogy mit beszélnek. És mikor. Hopp, ez nem jött össze. Még micsoda becsúszás volt, emberek. Jön a labda befelé. És megfogta a kapus, megfogta, és én irányítom. Hú, és előre rúgtam. Jaj, de ügyesen előre rúgtam. Bármi történik a FIFA játékokban, mindig, ha előre rúgod a labdát, mindig az ellenfél szerzi meg. Ezt nem tudom, hogy csinálják, mindig. Ez mondjuk, ez örökérvényű, amióta a FIFA létezik, azóta így van. Olyan offenzívát szoktam beállítani, ugyanis a játék közben lehet állítani, hogy milyen legyen a has stílus. Olyan offenzívát szoktam beállítani, hogy ihaj-csuhaj, hogy hátul nem is marad ember, de azért az ellenfél kapja el a labdát, hogyha úgy rugom.
Basszus, elvették tőlem. Blokkoltam a csávót. Áj! Fúj. Hoffman. Hát arra eszembe jut, hogy Hoffman Rózsa lemondhatna, de mindegy. Na jó van, akkor folytassunk a játékot. Hú, nálam a labda! 1-0 nekik. Elhal az akció a szerelés követően. Na. Ej! Áhahahaha! Megállítottalak. Ne ide passzold, ember! Zárkóznak a többiek. Jaj. Alaposan becsapta a támadó most a védőt. Ne! Korán ítélkeztem. Ne. Na vég. Rúgja már el valaki a fenébe! Onnét már nem esélytelen. Nem is oda akartam. Na jó, igen. A FIFA játékokban az egyik kedvenc, amikor még véletlenül sem arra irányítod az analóg kart, amerre lő. Ezt nem tudod megmagyarázni, ember nem tudja megmagyarázni, úgy most kinyírtuk egymást. Ember nem tudja megmagyarázni, hogyan lehetséges, de megtörtént. Kilépte, de még nincs vége. Túl sokat vannak ezen a térfélen. De úristen, nekik már 7 lövésük volt, nekünk egy. És visszük, megállíthatlanok voltunk egy picit. Ez nem jött össze. Rá akarja lőni onnét? Azt is megteheti. Onnan ne lőjél rá. De ezzel vége is a támadásnak, mert megszerezte az ellenfél alatt. Amúgy már hosszabbításban vagyunk, és vége is van első félidőnek. Közeli kamera, amúgy vannak 11-esek, meg büntető rugások, meg mindenféle hülyeségekben. Mind a fejekben, mind a stratégiában. Egy játékos, ha nála van a labda, akkor megállíthatja a játékot 3-szor, és akkor lehet cserélt beállítani. Na! Nem! Kivétel bizony. Eddigi teljesítménye sok minden volt, csak parád és nem. Na. Támad változatlanul a csapat, bár az ellenfél nem vagyok jó kapura lövő, na. Szerintem ebből ellencsapás lesz. Nem akarom kifárasztani az embereket túlságosan. Hoppá! Na jó, akkor most ügyesen felvisszük. Nagyon jó, most offenzíva! Offenzíva! Béna. Hova fut el? A kapus most sem hiszi el, hogy beakad. Hát ezt én sem. Hihetetlen káprázatos gól, kedves nézők. Úgy tört, ez mi volt? Egy lövés nagy távolság volt, és a kapus erre szemlátomás nem számított. Azaz, fuss egyenesen, az mindig segít. Érdemes az üres területre figyelni. Annak nálam is jobb játékosok úgy tűnik, akikkel össze akadt a bajszom. Hoppá, ezt elvesztettem. Passzoltam volna, csak nem tudtam hol. Ha, megvan a labda. Megkövetem őt, mert már is nálam. Gyerünk! Miért nem rúgja? Nem rúgta, pedig rúgtam! Nyomtam azt a rohadt gombot! Úgy utálom. Olyan lassan reagálnak néha. Balról segítenek neki. Jaj. Az az érzésem, nem baj, jobb védekező vagyok, mint támadó. Na. Ezt ha jól beadja? Nem fogja beadni. Foghatta a Becket. Na jó, de. Nem adja be, mert végig sétál vele. Végig sétál. Jó van. Mi történhetett? Szerintem három eset lehetséges. Csapat morál. Fejben összeomlott. Állj. Vagy a mérkőzés kezdete előtt egy alakváltó űrlény lépett a helyére. Kedves nézők, igazi mestermunkát láttunk, fantasztikusan kezelte le a labdát, és utána gyönyörű alapos lövés is. Ahogy Faragó Richard mondta.
No, most egy jó kis kontratak. És ezzel az sok csúnya űrlény van itt a játékban most. Hát ez kiment, lássuk a bedobást. Ilyes, nem sikerült passzolnom. Micsoda passz, micsoda passz, és micsoda passz! És bedolom, berugom, berugom, középre, rúgjon, drúg, lee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 
tolás. Na, dob be! Onnan azt hittem, nekem dobod. Csak azért, mert olyan aranyosan rohangáltam össze. Amúgy adhatnátok már egy gólt! Most őszintén kinek álltanak? Tudd el. Fáradtak már az embereink. Igazából egy csere nem biztos, hogy ártana. Előnyszabály, mutatja a játékvezető. Hú, mekkora passz volt! Mekkora passz volt! Mekkora zitter! Nézd meg, hogy felrugott! Felrugott! Hát nem, már nem véletlenül esett el az a csávó. Meg akartak ölni. Basszus, megöltek. Nem egyedül kell küzdenie. A labda birtoklási adatokat képernyőn. Na, sikerült egy újabb passz, nem szabad lesre mennem. Remek átadás. Hú. Már csak ketten vagyunk játékban, olyan sűrűn kapok labdát. Lehet, hogy már az egyik csapattársam kilépett. Csak azért jártunk csak ketten. Egymásnak passzolgatjuk. És most neki lendülhet a csapat. Itt az esélye támadásra. Na, mi lesz ebből? Nagyon jó. Ezt nem hittem volna. A végén még kiderül, hogy ér is valamit. Aha. Itt vagyok, itt vagyok! És középre beadom! Középre beadom, és ne... Áááá! Öngol! Öngolt szerzett! Jaj, ez mekkora volt! Közepet kell kezdeniük. Na jó van, na végre. Valami jó is történt. Hát tehátok ezt a támadást kiindította az előbb? Na, most a morálunk sokkal jobb, mint az övéké. Szétestek! Basszus! Adjátok ma oda azt a rohadt labdát! Végre azt az embert választotta ki, azt kit akartam. Basszus, miért nem fogtad meg? De újra munkában lehet majd a kapus. Na jó van. Elhagyta a labdajáték teret. Remélem nem én vagyok a csapatkapitány. Nem. Elméletileg. Mert tutőt cserélnék akkor embereket. FIFA-ban van egy olyan lehetőség, hogy kirolunk a kapuból és... és mi úgy harcolunk előre. Francba. Egy friss embert hozunk be a játékba. Nem izgatta magát különösebben a kapus. De, nem így történt. Azt passzolt! Passzolt! Na, oké. Ne, annak! Miért annak? Lesen vagy! Most! Rúgd rá! Nézzétek már meg azt a kapus, mit nyert! Duracell nyuszít, itt össze-vissza... ugrágat. Csessze meg. Na! Ez még veszélyes helyzet. Ez biztos, hogy doppingol. Úgy pattogott az a rohadt kapus. Tudom. De vége. El akartam törni a bokáját, hogy legalább következő meccsen ne játszom. Na jó van. Ez barátságos meccs volt, és akkor meccs összefoglal, és akkor lehet nézni a gólokat, amit... nézzétek meg, micsoda védés volt attól a kapustól, tök jó. Na, és akkor, ahogy Hajdú B. Istvánék elköszöntek,
Ugye én is elköszönök. Szóval ennyi lett volna a FIFA 13 bemutató. Aztán meglátjuk, hogy kinek hogy hoztam meg a kedvét a játékkal. Én szeretem, nem csalódtam benne. Pár ezer forintért vettem, tehát nem volt egy nagy összeg, van 2500 forintért PC-re. Ilyen áron hozzájuttok, azt szerintem bőven megéri, még a FIFA 14 előtt is. Na de, akkor ennyi lett volna. Köszi a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!